Van egy könyv a piacon, a címem Meleg a gyerekem. Dr. Fischer ezt írta, és elsősorban szülőknek szánja, hogy miként dolgozzák fel saját gyermekük melegségét. Elhívtuk vendégségbe, beszélgetünk vele egy kicsit erről. Azért írtad ezt a könyvet, mert saját kötődésed van a témához, vagy csak mint pszichológus érdekelt a dolog is? Hát úgy belecsúsztam, nem volt különösebb, mondjuk így a családomban nem volt eddig még senki meleg, de barátaim voltak, és ez olyan, hogy az ember észreveszi, egyre inkább észreveszi, és akkor kialakult egy ilyen érdeklődésem. Ez egy szülőknek szóló tanácsadó könyv, amiben megpróbáltam összeszedni azokat az információkat, amik hasznosak lehetnek egy szülő számára, egyébként tudja, hogy mi ez, és hát egy támaszt nyújtani, meg tanácsot, hogy hogy lehet ezt a mindennapokban kezelni. Hát, hogy nekik is nehéz, a gyereknek is nehéz, hogy a család együtt tudjon maradni, és ne sérüljön senki. Fel lehet olyan kérdést tenni, hogy vajon a gyermeknek vagy a szülőnek a nehezebb? Másképp nehéz. Másképp nehéz. Én azt gondolom, hogy a gyereknek azért nehéz, mert nehéz a sorsa. Egy olyan sors, amit ő nem választott, hanem ez adatott meg neki, és ez mindenképpen nagyon nehéz lehet. Aztán lehet jó is, de azért kezdetben mindenkinek nehéz. Na most a szülő ilyen értelemben nem a saját életéről van szó, de a gyerek maga, ő belülről nagyon érzi, hogy ez nem lehet másképp. A szülőnek meg ez nehezebb, mert neki ezt el kell hinnie, neki belül nincs meg a bizonyíték. Az érzéseiben ez ő így nem biztos. Tehát őt sokkal jobban befolyásolhatja mindenféle tévképzett előítélet, téves információ, mert nem érzi, hogy mi van. Tehát elhinnie kell, és az adott esetben talán nehezebb lehet. És őt nem támogatja meg aztán az, amit egy meleget megtámogat, hogy megtalál magának, ki tud alakítani egy meleg életformát, megtalálja a helyét a meleg barátok, meleg közösségbe esetleg, akkor neki már könnyebb. A szülő nek nehezebb magát ebbe elhelyeznie. De akár fel lehet hasonló sorsú társakra. Hát elvileg igen, de hát azért ott kisebb a hajtóerő. Egy olyan sorrendet fel lehet állítani, hogy mik azok, amik egy szülőnek elsősorban nagyon nagy fájdalmat okoznak egy ilyen eset kapcsán? Hát sajnál, hogyha a gyerekét féltheti, hogy így kirekesztődik, hogy nehezebb a sorsa. Hát ez a sajnálat meg. Aztán ugye van ez, hogy az unoka kérdés, hogy le kell ezzel tudni számolni, hogy vagy nem lesz unokája ettől a gyerekétől, vagy nehezebb feltételek mellett. Ezt egy picit azt gondolom, hogy túl is szokták hangsúlyozni, mert hiszen más okból is lehet, hogy valakinek nem lehet a gyerekétől unokája, és hogy az ugyanakkora traumát jelente, mintha emiatt nem lehet, ez egy nagy kérdés, de mindesetre ezt nagyon meg szokták fogalmazni. Az előítéletek is nagyon meg tudják nehezíteni, tehát az, aki saját maga egy homofób környezetből jön, akkor ezzel szembesülnie, hogy akkor most a gyerekét kell áthelyezni magába, tehát meg kell neki barátkozni, el kell tudni fogadni ezt az egész dolgot, mint olyan. Ez egy nagy út. Mennyire jellemző az, hogy egy szülő külső segítséghez fordul a tekintetben, hogy ezt el tudja fogadni? Hát jobb volna, ha ezt többször tenni, mert érdemes, csak ugyanakkor nagyon nehéz, mert sajnos a társadalomban is rengeteg a tévhit, tehát könnyen az a pesérheti a szülőt, hogy ő fordul külső segítségért, és nem azt kapja, hanem inkább talán még meg is nehezíték. Ugye valahogy a legfontosabb információ, amit egy szülőnek tudni kell, amit át kell neki adni, hogy ennek a dolognak nincs kimutatható oka, tehát ne kezdje el keresni azt, hogy ki a hibás. A szülők az egyik tévképzet, hogy elkezdik keresni magukba a hibát, hogy ők nevelték rosszul a gyereküket, vagy csináltak valami hibát a nevelés során, ami miatt ez így alakult. Ennek semmi valóság alapja nincs, ezt neveléssel nem lehet befolyásolni. Tehát az önvád, a bűntudat, a szégyen, ez mind ebből adódik, hogy azt gondolják, hogy ha az anya nem kötötte volna mondjuk úgy magához a fiúgyerekét, akkor az nem lett volna meleg, vagy mi. Ezekből egy árva szó nem igaz, de olyan erősen vannak jelen, hogy nem egészen biztos, hogyha elmegy segítségért egy szülő egy szakemberhez, úgynevezett szakemberhez, nem ugyanezt fogja megkapni. Na most a másik, amikor a gyereket hibáztatják, tehát azt gondolják, hogy ő keveredett rossz társaságba, vagy valaki elcsábította, vagy valaki megrontotta idézőjelben,
ezek is tévképzetek, előítéletek, mert ezzel nem lehet valakit meleggé tenni. Se neveléssel, se csábítással, se semmivel. Olyan. Na most ezt nagyon fontos tudni egy szülőnek, hogy ezt úgy kell elfogadnia, mint egy sorskérdést. Jogában áll érte szomorúnak lenni, ez az ő magánügye, de azt, hogy megváltoztatni nem lehet, megelőzni nem lehet, akár betegségnek tekinti, akár egészségnek, akár fogyatékosságnak, akár variációnak, teljesen mindegy, de nem opció, hogy az a dolog nincs, mert ez a dolog van. Uh-huh. Tehát az egyetlen kijárat az ő számára, hogy hogyan tud ezzel együtt élni. Igen, igazából az is érdekelne, hogy mi melegek, akik felvállaljuk magunkat a szüleink előtt és a társadalom előtt, mi hogyan tudjuk őket segíteni abban, hogy könnyebben vészeljék át ezt az időszakot. Nem jó, hogyha bárki belemegy abba gyakori praktikába, hogy tabusodik a téma. Tehát, hogy úgy, ahogy tudni lehet róla, de tapintatból nem beszélünk. Ez egy akkora falat jelent aztán a családon belül, ami kiüresíti és megöli a szülő-gyerek kapcsolatot. Tehát a gyerek azt teheti, hogy nem megy bele ebbe a játékba, hogy jó, de ne beszéljünk róla. Tehát, hogy amikor elmegy a színházba, akkor nem mondja azt, hogy egyedül megy, meg nem mondja azt, hogy az osztálytársával megy, hanem azt mondja, hogy a barátjával megy. Akár mennyire megfagy ettől a levegő például. Tehát, hogy nem csinál úgy, mintha ez nem volna. Aztán a másik van, amikor másik probléma, hogy a gyerekek sokszor viszont türelmetlenek a szülőkkel szemben. Tehát, aki maga már így előbújik, az bejárt egy nagyon hosszú utat, amíg idáig eljut. Azt az utat a szülőnek is be kell járni, nem fog neki olyan soká tartani, de először ő ugyanúgy sokkolódik, mint ahogy a gyerek maga sokkolódott 10 évvel azelőtt. Miért pont Nádasdi Ádám írta a könyvnek az előszavát? Régi barátom is megkértem rá, mert gondoltam, hogy ő biztos nagyon jó előszót fog írni, és el tudja mondani, hogy ugyanez meleg szempontból milyen. Én szülő szempontból írtam a könyvet, szülő én is vagyok, ebben kompetensnek érzem magam, én meleg nem vagyok, ebben nem vagyok kompetens, hát ne legyen benne olyan, ami valaminek ellentmond, és hogy hát azt gondoltam, hogy jó előszót fog írni, és így is történt. Mintha egyre több ember vállalná fel a saját másságát, pont ezért egyre több szülő szembesül azzal, hogy elfogadja a saját gyereke másságát. Tudsz-e nekünk valamit mondani arról, hogy ez a tendencia javuló-e, vagy inkább romlik-e, hogy a szülők, ahogy egyre inkább jelen van a társadalomban a melegség, egyre könnyebben el tudják-e fogadni ezt a tényt, vagy inkább egyre nehezebb? Én azt gondolom, hogy minél többen felvállalják, annál könnyebb. Mert ez egy ilyen nagyon ördögi kör. Ha kevesen vállalják fel, akkor mindenki azt hiszi, hogy ez nagyon ritka. Tehát aki maga mégis szülő szembesül azzal, hogy a gyereke meleg, és nem ismer még 25 meleget, illetve ismer, csak nem tudja róluk, hogy meleg, akkor azt hiszi, hogy ez valami egészen borzasztó ritka dolog. És akkor a szégyen erősebb, a kirekesztettség. Minél több van, annál több van, annál normálisabb a dolog, annál több a sorstárs, annál természetesebbé válik. Én ezt én látom nem meleg fiatalokon, akik tartottam már így kurzusokat ilyesmi témába, és voltak olyan csoportok, ahol tulajdonképpen mindenkinek volt az ismeretségi körében meleg, ami azt nem azt jelenti, addig is volt, de mindenki tudta. Na most, aki tudta, annak az már nem olyan. Annak már sokkal természetesebb, egészen másképp beszél róla. És tehát mindenki, aki saját magát felvállalja, az megkönnyíti a többieknek. És ugye, amiről nem szoktak tudni, de egyáltalán nem szoktak tudni így az átlagemberek, hogy az átlagemberek között milyen sok a meleg. Foglalkozástól, mindentől függetlenül. Tehát aki azt mondja, hogy ő nem ismer egy meleget se, az csak éppen nem tudja, hogy a pincér a kedvenc vendéglőjébe, a könyvtáros a kedvenc könyvtárába, a buszsofőr, amire ő felszállt, és az asszisztens az orvosi rendelőbe, és mit ezekről miért tudná? Leginkább a munkahelyen szokás titkolni. Na most minden egyes esetben érthető, hogy miért, de az összhatás az, hogy sokkal nehezebb lesz a többieknek, és ilyen formán saját magának is, és a szülőknek is. Tehát ők ugyanebben vannak. Minél többen vannak, annál normálisabb. Akkor ja igen, ő is, ja igen, ő is. Akkor ez már nem olyan. Természetesen lehet azt a hülyeséget hallani, hogy divat és egyre többen vannak. De ezt is én átmeneti dolognak gondolom. Tehát ha sokan vannak, és normális módon élnek, és egész egyszerűen csak úgy melege, és ez nem titok, és nem kínos, hanem így van, akkor sokkal könnyebb ebben mozogni, de a szülőknek ugyanígy.